A Mi Hazánk mozgalom immár az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot, ugyanis legutóbb sajnos már a Jobbik is a mentelmi jog fenntartása mellett szavazott az országgyűlés legutóbbi ülésnapján, holott eddig ők még azt képviselték, hogy a politikusok helyett döntsön a bíróság, például a korrupciós ügyekben, politikusok esetében. A Mi Hazánk mozgalom azonban fenntartja álláspontját, a mentelmi jogot el kell törölni, ez egy olyan idejét múlt politikusi privilégium, ami elfogadhatatlan. Mi hiszünk abban, hogy a törvények előtt mindenki egyenlő, és rendkívül álságos az jelenleg, hogy az alaptörvényben, bár kimondják, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, valójában létezik a politikus bűnözők számára fenntartott, egy törvényesített kiskapu, amellyel ki tudnak bújni a számonkérés alól, sőt, nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező, például országgyűlési képviselő esetében, ezért a Mi Hazánk mozgalom véget vetne a politikus bűnözés bástyájának. A mentelmi jogot el kell törölni. A törvények előtt valóban legyen mindenki egyenlő, politikusok helyett bíróság döntsön egy politikus felelősségéről. Egykori országgyűlési képviselőként pontosan tudom, hogy milyen álságos az az egyetlen érv, amelyet fölhoznak a mentelmi jog mellett, miszerint hát ez nagyon régóta így van, és ez szükséges a képviselői munkákhoz. Ez azonban egy valótlan érv, nem helyes érv, hiszen nagyon jól tudom, egyik legaktívabb országgyűlési képviselőként, és nagyon sok politikusi érdeket sértő országgyűlési képviselőként is, hogy valójában kitűnően lehet munkát végezni mentelmi jog nélkül is. És nem csak azért, mert egy országgyűlési képviselőnek például van pénze megfizetni ügyvédeket, akik tudják őt adott esetben képviselni, de engem is sokan jelentettek fel, vagy pereltek be Kubatov Gábortól Alföldi Róbertig, hiszen nagyon sok érdeket sértettem, feszegettem az ügynöklistáktól kezdve, és számos olyan kérdést, ami a mai magyar politikában még mindig komoly érdekeket sért, azonban nem szükséges a mentelmi jog ahhoz, hogy valaki aktív képviselői munkát tudjon végezni. 2006. október 26-a után 5 különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő. Rengetegszer vegzált a hatalom, elsősorban a Gyurcsány-Bajnai kormányzat idején, de azóta is láthatjuk, hogy tiltottak be akár jogszerűtlenül, bíróság által kimondottan is jogszerűtlenül a rendőrség például gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket. Láttunk jogsértéseket azóta is, azonban ez nem ok arra, hogy a törvények felett járva a mentelmi joggal biztosítsanak egy kiskaput a politikus bűnözőknek. Ezért a Mi Hazánk mozgalom eltörölni a mentelmi jogot.